Ebben a mostani videóban a változókor, a menopauza alatt jelentkező negatív tünetek mérsékléséről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárt. A változókor időszakában a hölgyek szervezetében lecsökken az ösztrogén, a tesztoszteron és a progeszteron szintje is. Az ösztrogén és a tesztoszteron átlagosan olyan 50%-kal lesz kevesebb, viszont a progeszteron szintje 70-90%-kal csökken, ami azt eredményezi, hogy az ösztrogén-progeszteron viszonyában az ösztrogén az erősen domináns lesz. Ha túlsúlyunk van, az ösztrogén dominancia még erősebb lesz, azért mert a testünk a felesleges lerakódott zsírokból is tud ösztrogént előállítani, így az is lehet, hogy az ösztrogén szintünk csak 30%-kal fog csökkenni. Tehát a tünetek fő oka, hogy a progeszteron jóval nagyobb mértékben csökken, mint az ösztrogén, így ez az állapot ugye olyan tüneteket hoz létre, mint a hőhullámok, a hirtelen hangulatváltozások, az éjszakai izzadás, az alvászavarok, vagy a csontritkulás. Az ösztrogén a progeszteron és a tesztoszteron termelődésének csökkenése miatt fontos szerepet kapnak a változókorban a mellékvesék, mivel a mellékvesék egyfajta rásegítő szerepbe kerülnek ilyenkor. A petefészkek mellett képesek a mellékvesék is előállítani ezeket a hormonokat, ha valamelyikre szükség van. Ha gyengék a mellékveséink, annál többet és annál intenzívebben fogunk megtapasztalni a változókori tünetekből, mert ugye nem tudnak kellően rásegíteni a hiányzó hormonok termelődésére. Természetesen nincs szükségünk ebből a három hormonból olyan sokra, mint ugye korábban, de valamennyi azért kell belőlük. Tehát a mellékvesék erősítése kulcsfontossága a menopauza alatt, ha az a célunk, hogy keveset tapasztaljunk meg a negatív tünetekből. Éppen ezért az első fontos teendő a menopauza előtt és alatt az a mellékvesék menedzselése, ami főként stressz csökkentést jelent, több pihenést, több pihentető alvást és relaxációt. Tehát a legyengült mellékvesék, a túlhajszott életmód, a sok kávé, mert ugye szintén nagy terhet rak a mellékvesékre, jelentős mértékben hozzájárulnak a változókori tüneteknek a felerősödéséhez. A mellékvesék számára, de minden hormon termelődéséhez is fontosak a jó minőségű zsírok is, mint amilyenek a vajban, marhahúsban, lazacban vagy az avokádóban találhatók, illetve a magas B-vitamin tartalmú ételek, mint a sörélesztő, a májételek és a keresztes virágú zöldségek. Tehát semmiképpen ne csökkentsük le a zsírbevitelt, nem csak ebben a korban, de máskor sem, mert a tünetek még erősebbek lehetnek. A mellékvesék számára a C-vitamin is nagyon fontos, amit a mesterséges készítmények helyett inkább gyümölcsökből, zöldségekből pótoljunk, vagy ha már készítmény szedünk, jobb választása az acerola vagy a kamu-kamu bogyóból készült készítmények, mert ugye növényi alapú C-vitamint tartalmaznak. Azáltal, hogy az ösztrogén aránya nagyobb lesz a progeszteronhoz képest, logikus progeszteron növelő megoldásokban is gondolkodni. Erre az első egyik legjobb superfood a friss tiszta méhpempő, tehát érdemes ajánlott mindenképpen méhpempőt szedni a változókor előtt és alatt is. A gyógynövények közül az egyik legjobb progeszteron növelő a barátcserje, amit kapszulázott étrendkiegészítő formában tudunk bevinni. Illetve segíthet még a progeszteron növelésben a DIM és az indol 3 karbinol, ezek is kapszulázott étrendkiegészítő formában kaphatók, illetve a DIM krémként is alkalmazható. Az indol 3 karbinol egy olyan vegyület, amely fitoösztrogénként működik, kapcsolódik a rossz ösztrogénhez, eltávolítja a szervezetből, így csökkentve az ösztrogén dominancia tüneteit, illetve blokkoló hatással van a rákos sejtek szaporodásával szemben is. A harmadik eszközünk a tünetek csökkentéséhez a vöröshere kivonat. A vörösherében lévő izoflavonoidok utánozzák az ösztrogén hatásait. A menopauza alatt a hormonterápia során alkalmazott hormonok a béta-ösztrogénhez kapcsolódnak, míg a vörösherében lévő izoflavonoidok az alfa-ösztrogénhez. Azaz a gyógyszerek a béta-ösztrogént használják, míg a vöröshere az alfa-ösztrogént. Az alfa-ösztrogén
biztonságosabban működik, és jelentős szerepe van a mellrák, a csontritkulás, az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség megelőzésében is. Az egyik legrégebbi vörösere készítmény a Promensil, amely 1998 óta segíti a változókorban lévő hölgyeket. 20 éven át végeztek vele klinikai kutatásokat, többet is betettem a videó leírásába. A Promensil hatékony a változókor alatt jelentkező hőhullámok, az éjszakai izzadás és a hangulatváltozások mérsékléseiben is, illetve a csontritkulással kapcsolatos problémák kockázatát is csökkentheti. Megrendelhető a Manna Vita webshopból. Következő az E-vitamin, melynek legjobb forrásai a lenmag, illetve a búzacsíraolaj. A lenmag sokféleképpen bevihető, van lenmagliszt, lenmagpehely, lenmagolaj, lenmagtöret, a búzacsíraolajat pedig önmagában bármikor fogyaszthatjuk. Az agyalapi mirigyben rengeteg E-vitamin koncentrálódik, az agyalapi mirigy irányítja lényegében a petefészkeket és a mellékveséket, ő a karmester, tehát fontos szerepe van a hormonok működtetésében. A változókorban a hormonváltozások miatt jelentősen csökken az E-vitamin szintje, így a pótlásával elősegíthetjük a fő hormon vezérlőknek a működését. Az ötödik az omega-3 és az omega-9 zsírsavak. Az omega-3 legjobb forrásai a halételek, mint a lazac, tőkehalmáj készítmény formájában a krillolaj, illetve a drágább halolaj készítmények. Jelentősebb omega-9 található az avokádóban, az olívaolajban és a homoktövisben. Az omega zsírsavak csökkentik a gyulladásokat, hatásukra mérséklődhet az ízületi és csontfájdalom, ritkíthatják a hőhullámok gyakoriságát, mérséklődhet a hüvelyszárasság. Elengedhetetlen a pótlásuk a menopauza alatt, és ne féljünk a mennyiségtől, napi akár 5-10 g-ot is be lehet vinni belőlük készítményekkel. A hatodik fontos tudnivaló a változókori tünetekkel kapcsolatban, hogy azáltal, hogy ugye beindulnak a mellékvesék, nagyobb fokozatra kapcsolnak, hogy ugye rásegítsenek a petefészkekre, meg fog növekedni a kortizol szintje is, ugye a kortizol is a kortizolt is ugye a mellékvese termeli. Ez a megnövekedett kortizol szint az, ami felelős a többlet stresszért, a csontritkulásért, vagy az ilyenkor a bőrön megjelenő elváltozásokért. Tehát itt a hatodik pontnál azt szerettem volna még egyszer hangsúlyozni, hogy a stresszt kezelni, levezetni, menedzselni rendkívül fontos ilyenkor, például segíthet a heti többszöri testmozgás, relaxációs mozgásformák, jóga és mások. A hetedik lépésben érdemes a jód bevitelben is gondolkodni, illetve a jód mellé egyéb nyomelemekben. A természetes jódak, mint ami például a mikroalgákban található, jelentős szerepe van az ösztrogén szint mérséklésében, illetve a magas ösztrogén szinten járó betegségek kockázatainak csökkentésében. Itt ajánlanám figyelmetbe az Immunex alga komplexet, amely 5 mikroalga erejét egyesíti, természetes jódot tartalmaz kelp algából, illetve a további mikroalgákat, amelyek a jódon túl sok nyomelemet is tartalmaznak, amelyek fontosak a jód jobb hasznosulásához a testünkben. Végezetül pedig két olyan gyógynövényt ajánlanék még, ezeket is kapszulázati étrendkiegészítő formában tudjuk bevinni. Az első a poloskavész kivonat, vagy angol nevén a black kohos. A hagyományos kínai gyógyászatban évszázadok óta elismert és bevált szer gyógynövény a változókorban lévő hölgyek számára a negatív tüneteknek az enyhítéséhez. A második pedig a Pueraria mirifica, ez egy tájföldön őshonos növény, melynek erős antioxidáns hatásai vannak. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érint, akiket érdekelhet ez a téma. Ha vannak saját tapasztalataid is, írd meg a hozzászólásokba, mert ezzel másoknak is tudsz segíteni. Iratkozz fel a csatornára, ha még nem vagy feliratkozva, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.